Nem csak a munkahelyünket, a családunkat kell megvédeni, de a békénket is. Erről beszélt Orbán Viktor. A kormányfő azt mondta, békét csak a Fidesz tud teremteni. Folyamatosak a harcok Ukrajnában. Volodymyr Zelenszkij újabb videóüzenetében közölte, kész tárgyalni a semlegességről. Már több mint 3,8 millióan menekültek el a háború elől. Magyarországra eddig mintegy 530 ezeren érkeztek. És újabb magyar film siker az Oscar gálán. Sipos Zsuzsanna, a Düne díszletberendezője is megkapta az arany szobrot. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Köszöntöm nézőinket, Ábrahám Viola vagyok. Háború vagy béke és biztonság, ez is tétje az április 3-ai választásnak. Erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Kiemelte, csak a Fidesz tudja garantálni a békét és a magyar emberek biztonságát. A miniszterelnök egy Szentendrei fórumról is közzétette egy internetes videót, amelyben megismételte, idézem, sose gondoltuk, hogy lesz még olyan magyar parlamenti választás, ahol azon kell gondolkodnunk, hogy lesz-e béke vagy háború lesz. A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója szerint a komplett ellenzék szereptévesztésben van, és alapvetően érzelmi, ideológiai alapon közelíti meg a kérdést. Most már a béke meg a biztonság kérdése is bekerült a választás tétjei közé. Most már nem csak az a kérdés, hogy visszamenjünk-e a kudarcos múltba, hanem a béke és a biztonság is a választások tétjévé vált. Erről beszélt Orbán Viktor vasárnap a Kossuth Rádióban. A mi üzenetünk világos, hogy csak a Fidesz tud békét teremteni Magyarországon, csak mi tudjuk garantálni a magyar emberek biztonságát, és hát így egy nemzetközi dimenzióval gazdagabb lett a választási kampányunk, ezért izgalmasabb is. A miniszterelnök a csütörtöki NATO csúcsról azt mondta, a NATO nem küld katonákat Ukrajnába és fegyvereket sem szállít oda. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az Európai Unióban több tagállam sem ért egyet az olaj- és gázvásárlási szankciókkal. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a kérdés nem az, hogy Magyarország drágában veszi-e ezeket az energiahordozókat, hanem az, hogy jönnek-e egyáltalán. Béke és háború, ez a kérdés, ez van előtt. Vasárnap délután aztán Szentendrén tartott lakossági fórumot Orbán Viktor, ahol szintén arról beszélt, a vasárnapi választás tétje, hogy háború legyen-e vagy béke. Sose gondoltuk volna, hogy lesz még olyan magyar parlamenti választás, ahol itt Budapest mellett Szentendrén azon kell gondolkodnunk, hogy lesz-e béke, vagy háború lesz, hogy olyan közel hozzánk történik valami tragédia, amely a csekély távolság miatt nem zárható ki, hogy előbb-utóbb még ide is beteszi a lábát. Tehát, hogy észnél kellene nem csak a jövedelmünket, a munkahelyünket, a bérünket, az állásunkat, a családunkat kell megvédeni, hanem meg kell védeni a békénket is. Békét csak a Fidesz tud teremteni. Magyarország biztonságát csak mi tudjuk garantálni, és a magyar családokat csak mi fogjuk megvédeni. A miniszterelnök Gyurcsány Ferenc pár nappal ezelőtti Facebook bejegyzésére is reagált, és arról beszélt, Magyarország úgy nem tud segíteni, hogy közben tönkreteszi saját magát. A politika az nem játék, a külpolitika sem játék, a háború pedig különösen nem játék. A kormány az ellenzékkel szemben az ország érdekeit nézi, amikor azt mondja, Magyarországnak ki kell maradnia az ukrajnai háborúból. Erről már a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója beszélt az M1-en. Én értem azt, hogy választási kampány van, az ellenzék már régóta fölvette azt a testtartást, hogy bármit is tesz és mond a kormány, az ellenkezőjét fogja mondani. Ezzel szemben a kormány nem is választási kampányban gondolkodva, hanem az ország érdekét nézve azt mondta, hogy Magyarországnak ki kell maradni ebből a háborúból, értelemszerűen azért, mert a béke és a biztonság szolgálja mind az ország, mind pedig az abban lakó emberek érdekét. Borosbánk Levente úgy fogalmazott, a komplett ellenzék szereptévesztésben van. Hozzátette, háborús helyzetben egy olyan döntés, ami lehetővé teszi a fegyverszállítást Ukrajnába, vagy katonákat küldene a harctérre, hétköznapi emberek millióit vonná be a háborúba. Lakosság arányosan eddig Magyarországra érkezett a legtöbb menekült. Ezt a kormány szóvivő közölte a humanitárius tanács ülése után. A hétfői adatok szerint 530 ezer háborús menekült érkezett az országba. Közülük eddig csak nem 8 ezeren adtak be úgynevezett menedékes kérelmet. A kormány szerint egyértelmű a magyar álláspont, az ország segítséget ad minden menekültnek, de nem szállít és nem enged át a határain sem fegyvert, sem katonát. Egy konténerben, egy kis pihenőre.
Egy hónapja működnek a segítségpontok a határátkelők mellett. A karitatív szervezetek és az önkéntesek ez idő alatt folyamatosan segítették a harcok elől menekülőket. Az ideérkezők arról számoltak be, hogy a kezdetek óta milyen érint mindenkit a háború, főleg a gyermekeket. Ahonnan mi jöttünk, ott még a házak állnak, de folyamatosan lövöldöznek. A legrosszabb az, hogy rakétákkal lőnek. A kislányom nagyon megijedt, ezért nem tudtunk ott maradni. De ezt egyébként sem lehet soha elfelejteni. Együtt lehet élni ezzel a helyzettel, de elfelejteni soha, mondta ez az ukrán édesanya. A szervezet munkatársai az Ukrajnából érkező és Beregsurányon áthaladó menekülteket is ellátják. A beregsurányi polgármester arra emlékeztetett, hogy a kezdetektől több százan fogtak össze, hogy segíteni tudjanak. A forgalom az közelít a 70-80 ezerhez, amit csak a beregsurányi segítségponton átjött, meg ezen a határon megfordult. A segítők azok változatosak, tehát a helyi önkénteseken kívül az önkormányzat dolgozói, a kormányhivatal, a járáshivatal dolgozóin kívül az ország számos részéből voltak az elmúlt egy hónapban. Csak kártyával tudom beengedni. Ez pedig már a budapesti Bokcsarnok. A humanitárius tranzitpontra szállítják azokat, akik vonattal érkeznek a fővárosi pályaudvarok valamelyikére. Itt a szálláskereséstől az idegenrendészeti ügyintézésig mindenben tudnak segíteni a háború elől menekülőknek, de van étel, ital, orvos, internet és gyereksarok is. Hétfőn ide mintegy 200-an érkeztek. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok kisgyerekkel jönnek, nagyon éhesek, nagyon szeretnének mi hamarabb egy olyan megoldást keresni az életükre, hogy hogyan tovább, merre induljanak. Kérik segítséget vonatjegy, helyjegy megvásárlásban, illetve kérnek információt a tekintetben, hogy tudnak-e tovább menni repülővel. Az ideérkezők jelentős része gyermek, ezért a kormány a menekültek oktatását is biztosítja. Erről számolt be Szent Királyi Alexandra. A kormány szóvivő azt mondta, az elsődleges cél az, hogy a gyerekek minél gyorsabban integrálódjanak a magyar oktatásba, ezért a kormány egyéni foglalkoztatásokat is biztosít a gyermekeknek, de ezen felül is mindenben segít. Intézzük a hozzánk érkezőknek az egészségügyi ellátását is, gyógyszerfelírás vagy bármilyen egészségügyi ellátás is biztosított számukra. Illetve a mai naptól már a fővárosi kormányhivatal gyámügyi főosztálya a Bokcsarnokban külön kitelepüléssel is segíti azokat a kísérő nélküli kiskorúakat, akiknek valamilyen segítségre van szüksége. Segítjük még továbbá az egészségügy munkáját azzal is, hogy kérhetnek az egészségügyben dolgozók és a mentők is ukrán nyelvű tolmácsolási segítséget, hogyha erre szükség van. A segélyszervezetek folyamatosan segítik a határon innen és a határon túl is az ukrajnai menekülteket, emlékeztetett Soltész Miklós. Az államtitkár hozzátette, a háború kezdete óta több kamionnyi élelmiszer és higiéniás szerekből álló adományt szállított a háború elől menekülő családok ellátásáért a határmenti régióba. Eddig több mint 2 milliárd forint értékben szállított Magyarország segélyszállítmányokat. Az elmúlt egy hónap során több mint 10 000 civil segítő volt, akik szerte az országba segítettek, és ebben a hatalmas nagy számban nincsenek benne azok, akikről nem is tudunk, hiszen fél napot, egy napot saját településeiken, saját környezetükben ajánlottak föl életükben órákat, és köszönjük nekik is. Mint ahogy köszönjük azt a sok-sok munkát, amelynek eredményeképpen eddig a karitatív szervezetek, 6 nagy karitatív szervezet 265 ezer embernek segítettek. Az ENSZ adatai szerint a háború kezdete óta már több mint 3,8 millióan menekültek Ukrajnából. Az Ukrajnát elhagyók 90%-a nő és gyermek. Magyarországra eddig több mint 530 ezer menekült érkezett. Egy hónapja nyitották meg kapuikat a segítségpontok az ukrán határ mellett. Tiszabecsen az iskola épületében is a nap 24 órájában várják a menekülteket. Kapcsolunk a helyszínre Pálfi Andreához. Andrea, hányan jöttek ma, illetve mire lehet számítani még a nap hátra lévő részében? Köszöntöm a nézőket, itt Tiszabecsen is az a helyzet, mint az összes többi segítségponton. Ugye itt is volt már arra példa az első 2 hétben, hogy szinte be se tudtunk jönni ide az aulába. Ma már több transport is elindult Budapest irányába, illetve most körülbelül egy olyan 10 várnak arra, hogy tovább utazhassanak. Hamarosan indul egyébként ez a járat is. És hogy mire számíthatnak, itt megint csak ismételni tudom azt, amit már a többi segítségponton, illetve itt is mondták, hogy
teljesen kiszámíthatatlan a határ. Van, amikor egyszerre többen érkeznek, van, amikor tulajdonképpen órákon keresztül senki, de ettől függetlenül itt a Baptista Szeretett Szolgálat munkatársai és a helyi önkormányzat önkéntesei is készen állnak arra, hogy folyamatosan a nap 24 órájában fogadják őket. Itt egyébként szállás lehetőség is van, hiszen az iskola tornatermét alakították át, tulajdonképpen egyfajta pihenőponttá. Arra is volt példa egyébként az elmúlt egy hónapban, hogy ez nem volt elég, akkor a közösségi házat is meg kell nyitni éjszakára. Az elmúlt éjszakákon azonban már nem volt telt ház, tehát folyamatosan érkeznek a tiszabecsi segítségpontra is a harcok elől menekülők, viszont azt tapasztaljuk, hogy kevesebben, de jönnek folyamatosan, és minden segítséget megkapnak. Mint mondtam, ők hamarosan indulnak tovább, az utazás szervezés már megvolt, és egyébként már a meleg ebéden is túl vannak itt a helyi konyhában. Folyamatosan főznek rájuk, ma például gombalevessel és szélvás gombóccal kedveskedtek mindenkinek. Pálfi Andrea, köszönjük szépen a tudósítást! Folytatódnak a harcok Ukrajnában, de közben a béketárgyalások is Oroszország és Ukrajna között, méghozzá Törökországban. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök hajnali legújabb videóüzenetében azt mondta, országa függetlenségének és területi egységének megtartását tekinti elsődleges célnak. Ukrán katonák járőröznek a Kijevtől keletre található Lukjavinka településen, ahol földig lerombolt házak és törmelékek maradtak az orosz-ukrán katonai összecsapások után. A felvételeken egy O-szimbólummal jelölt orosz harckocsi látható, amelyet az ukrán hadsereg szerint a katonái foglaltak el. A napokban súlyos harcok dúltak az ukrán fővároshoz közeli Stojankában is, ám az orosz haderő a vártnál nagyobb ellenállásba ütközött. Jelenleg nem repülnek át felettünk helikopterek, az oroszok védekező állásokba vonultak, de sokan közülük meghaltak, állította egy ukrán katona. A Reuters hírügynökség szerint Yuri Fomichev, a csernobili atomerőműhöz közeli Slavutics város polgármestere arról számolt be, hogy miután az orosz csapatok befejezték a rájuk bízott küldetésüket, kivonultak a városból. Az orosz erők szombaton vették át az ellenőrzés Slavutics felett. Egy rövid időre őrizetbe vették a polgármestert, akit később szabadon engedtek. Közben több száz helyi lakos az orosz megszállás ellen tiltakozva ukrán zászlókkal vonult utcára. A több mint egy hónapja tartó háborúban az orosz hadvezetés most több ukrán nagyvárost, köztük a dél-ukrajnai Mariupolt, északon pedig Csernyhivet is ostromolja, ahol éjszaka több hullámban támadtak. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Ám az orosz védelmi tárca pénteken bejelentette, a hadműveletek első szakasza véget ért, és ezután a kelet-ukrajnai Donbass régióra összpontosítják erőiket. Hétfőn pedig harci sikerekről számoltak be a Donyecki régióban. Az orosz fegyveres erők egy csoportja folytatta offenzíváját. 2 kilométert nyomult be az ukrán dandár védelmébe, és elérte Novoszelivka déli peremét. A Luhanszki Népköztársaság egységei pedig további 5 kilométert haladtak előre. Elfoglalták Ivanivkát és Novoszadovát, mondta Igor Konashenkov, a védelmi tárca szóvivője. Az orosz haderő azonban továbbra is Ukrajna egész területét támadja. A hétvégén csapást mértek Kijevre és Lviv városára. A lengyel határ közelében fekvő 700 ezer lakosú város a háborús menekültek egyik gócpontja, de ide érkeznek az ukrán hadseregnek szánt nyugati fegyverszállítmányok is. Eközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében közölte, Ukrajna kész a semlegességről és a biztonsági garanciákról tárgyalni, de a demilitarizálásról, valamint az ukrán nyelv védelméről nem mond le. Azt is kijelentette, országa területi egysége sérthetetlen, ebből nem enged Kijev. Baloldali képviselőjelölt kéri Gyurcsány Ferenctől, hogy léptesse vissza Szabó Tímeát, a baloldal harmadik kerületi közös jelöltjét. Anonymous szombaton hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyből úgy tűnik, kokain bizniszből származó pénzből finanszírozhatják Szabó Tímea kampányát. Ezután beszélt arról egy egykori DK-s politikus, hogy Szabó Tímeát vissza kell léptetni. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő kábítószerkereskedelem és pénzmosás miatt tett feljelentést az ügyben.
Gyurcsány Ferenc DK elnöknek ezek után haladéktalanul vissza kellene léptetnie Szabó Tímát, mert az csak gyengíti a baloldalt. Így kommentálta az Origónak Szabó Tíma ügyét Rózsa László Péter, aki a közelmúltban lépett ki a DK-ból. Az egykori DK-s politikus azt is mondta, idézem, hetek óta Szabó Tíma botrányaitól hangos a média, de arra sosem gondoltam volna, hogy kokain, ez gyalázat. Nem fegyver, az biztos. Aha. Az nem biztos, én szerintem kokain. Anonymous a hétvégén újabb videót tett közzé. Ezen a maszkos alak azt állította, drogbizniszből származó pénzből finanszírozhatják a baloldali Szabó Tíma a kampányát. A hangfelvételen két férfi beszélget drogügyletről részletesen. Egyikük Anonymous szerint Fischer László, aki Kis László óbudai DK-s polgármester feleségének üzlettársa. Üdv a magyar kokainbálónak is! A felvételen Fischerék megemlítik Patek Gábor és Deák Róbert nevét is, vagyis az Anonymous által megnevezett három személy jól ismerheti egymást, közösen üzletelhetnek. Szerintem hozzánk, hogy kilószámra, hajóval, és annak a megfordul viszik. A felvétel szerint kilószámra érkezik a kokain hajóval Európába, és annak az ellenértékét kapják meg. Az a lényeg, hogy marbejáról jön, nagyjából úgy van, hogy hát kanyaronként egy ilyen 300-400 millió, inkább 400, ezek valamit hoznak be a tengeren túlról. Az összeg pedig egyenesen a baloldal háttérembereihez érkezik. A felvételen épp arról értekeznek, hogyan kerüljön a pénz Magyarországra. Ugye, mert most megy pont a kampány, és ezért emészti fel a pénzeket, ugye. A videóból az is kiderül, hogy a 100 milliókra azért van szükség, mert Szabó Tíma, harmadik kerületi közös baloldali jelölt választási kampánya sokba kerül. A párbeszédes Szabó Tíma a MediaWorks hírcentrumnak tagadta, hogy ismerni a felvételen szereplő Fischer Lászlót. Szerinte csak lelkes aktivisták vesznek részt a kampányában. Ne haragudjon, hogy Fischer Lászlót ismeri? Nem ismerem. Hello, hello. Tudja, hogy ki vesz részt a kampányomban? Lelkes aktivisták. Szabó Tíma ugyanakkor viccesnek nevezte, hogy kokain bizniszből származó pénzekből finanszíroznák a kampányát. A kampányát miből finanszírozzák? Az én... Na jó, ez kezd nevetséges lenni. Ennyire jó. Ezt most már akkor fogjuk hívni akkor a rendőrséget, hogyha zaklatásba fog ez átmenni. A Nemzeti Nyomozirodánál kábítószerkereskedelem miatt és pénzosás miatt tettem büntető feljelentést. Közben Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő bejelentette, hogy ismeretlen személy ellen tett feljelentést az ügyben a Nemzeti Nyomozóirodánál. Szerinte Szabó Tíma a droggyanús botránya példanélküli a hazai közéletben. A magyar demokráciában ez példanélküli, hogy egy választási kampányban kábítószerkereskedelemből származó pénzeket használnak föl. Ráadásul az is elfogadhatatlan, hogy az ellenzék bűncselekményből, kábítószerkereskedelemből származó piszkos pénzeket most tisztára a választási kampányban. Budai Gyula hangsúlyozta, ha az Anonymous által közzétett hangfelvételen elhangzottak megfelelnek a valóságnak, akkor Szabó Tímának távoznia kell a közéletből. Álprofilokkal és bérkommentelőkkel is segítheti a baloldal kampányát Bajnai Gordon cégcsoportja. Erről ír az Index. A portál birtokába került egy videó, amelyben a Datadat vezetője arról beszél, hogyan lehet annyi információt szerezni az emberektől, amennyit csak lehet. A cég vezetője a videóban bevallja, hogy közösségi médiás ügyeskedéssel idővel befolyásolni lehet a szavazók személyiségét. Álprofilok segítségével is segíthetik Márki-Zay kampányát Bajnaiék, ezzel a címmel tett közé cikket az Index. Az írásban azt mutatják be, hogyan segíti az ellenzék kampányát az Amerikából támogatott adathalász cégcsoport, a Datadat. Bajnai Gordon volt titkosszolgálati minisztere, Fichor Ádám korábban egy beszélgetésen maga ismerte el, hogy cégük jelentős munkát végzett már a 2019-es önkormányzati választás előtt. 12 ellenzéki jelölt munkáját segítették, akik mind polgármesterek is lettek. Az Index birtokába került egy videó, amelyen a Datadat tájékoztatási igazgatója beszél arról, hogyan lehet annyi információt megszerezni az emberekről, amennyit csak lehet. De arról is szó esik, hogy az adathalász cégcsoport hogyan tudja megváltoztatni a megcélzott magyar emberek személyiségét. A targetáláson túl, amit a Facebookon tudsz csinálni, tudsz valamiféle mikrotársadalmi közösséget is megcélozni, és idővel, a kérdőívekkel és minden más forrással együtt, amit belehelyezel a kampányba, elkezdesz fejleszteni egy szavazói személyiséget, mondta Patrick Frank.
Az Index azt is tudni véli, hogy a cégcsoport hogyan céloz meg különböző társadalmi rétegeket. Alapinformációi szerint ehhez álprofilokat, illetve fizetett kommentelőket használnak, amelyek hatalmas aktivitást fejtenek ki a közösségi médiában. Így igyekeznek felerősíteni az ellenzék számára fontos üzeneteket. Igen, segít nekünk adatadat. Az Amerikából pénzelt adathalász cégcsoport magyarországi működéséről a baloldal miniszterelnök jelöltje is tudott. Ezt Márki-Zay Péter az ATV-ben ismerte el. Azt sem zárta ki, hogy Bajnai Gordonék cégcsoportja befolyásolhatta az ellenzéki előválasztást. Hogyha a datadat, amely dolgozott a DK-nak és dolgozott Karácsony Gergelyéknek, ha ők befolyásolhatták volna, lehet, hogy próbálták, ezt nem tudjuk. Az Index hozzáteszi, az így szerzett adatokkal akár az áprilisi választások eredménye is befolyásolható, ami már a hazai szabályozás megszegését jelenteni. Bokros Lajos szerint a rezsicsökkentés káros, a 13. havi nyugdíj felesleges, a hitelmoratórium pedig értelmetlen döntése volt a kormánynak. A volt pénzügyminiszter a Népszavának adott hosszú interjújában fejtegette ezeket, és azt hangsúlyozta, szerinte ha a baloldal kerül hatalomra, a választások után bizonyára hozzá fognak nyúlni a rezsicsökkentéshez. Bokros Lajos szerint a rezsicsökkentés a legkárosabb intézkedések egyike, az árak rögzítése pedig a szocializmust idézi. Szerinte ugyanis veszteségeket okoz az energiaszolgáltató cégeknek, amelyek ezért lerongyolódtak és nem fejlesztenek. Bokros Lajos erről a Népszavának beszélt. Horn Gyula egykori pénzügyminiszterének nyilatkozatát a 444.hu szemlézte. A portál kiemeli, Bokros Lajos emellett teljesen feleslegesnek és elhibázottnak tartja a hitelmoratórium bevezetését is. Ahogy a volt pénzügyminiszter szerint a 13. havi nyugdíj visszaadása is értelmetlen és felesleges volt. Bokros Lajos a róla elnevezett megszólító csomag atya arról is beszélt, mivel Magyarországon senki sem fizetett 13. havi nyugdíjjárulékot, a 13. havi nyugdíj sem illet meg senkit. Bokros Lajos szerint a magas inflációról is a kormány tehet, ugyanis szerinte ehhez egyebek mellett a béremelések, a forint gyengesége és az importált energiahordozók árának ingadozása vezetett. A volt pénzügyminiszter kiemelte, az eurót már 10 éve be kellett volna vezetni Magyarországon. Bokros Lajos úgy gondolja, hogy a választások után bizonyára hozzá fognak nyúlni a rezsicsökkentéshez, ugyanis a veszteségek olyan szintet kezdenek elérni, amely akár szétverheti mind a költségvetést, mind az alapellátást. A válságok évtizede volt a legutóbbi, de a válságokra adott magyar válasz miatt a tavalyi a rekordok éve lett. A magyar gazdaságnak 1990 óta nem volt ilyen sikeres éve. Ezt hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Brexit alkalmazkodási tartalék pályázat oklevél átadó ünnepségén. Szijjártó Péter azt mondta, az Egyesült Királyság uniós kiválását követően most már ismét fejlesztésről, új munkahelyekről és gazdasági növekedésről beszélhetünk. A magyar költségvetésben csak 4 év alatt folyik be az Európai Unióból az a 23 milliárd forint, amelyet most a vállalatoknak odaítéltünk, mi ezt megelőlegezzük. Így összességében a 23 milliárd forintot most 63 vállalat számára két körben ki is fizetjük, és ez a 63 vállalat ebből a 23 milliárd forintos támogatásból összességében 38 milliárd forintnyi beruházást hoz létre. Egy japán elektronikai óriás magyarországi leányvállalatának 26 milliárd forintos beruházása nyomán 250 új munkahely jön létre Szombathelyen. Ezt Szijjártó Péter jelentette be. A miniszter elmondta, az állam 6,6 milliárd forint támogatást nyújt az elektromos autókhoz szükséges szenzorok gyártásával foglalkozó üzletek fejlesztéséhez. Ezeket a termékeket, amelyeket a TDK most majd Szombathelyen fog gyártani, az Európai Unióban eddig nem gyártották, azonban a piaci igények miatt most ezt a gyártókapacitást is létre kell hozni, és még egyszer mondom, hatalmas megtiszteltetés, hogy nem csak egy európai, hanem egy interkontinentális versenyt is sikerült ezért a beruházásért megnyernünk.
Idő előtt elkészült a Soproni Rendészeti Integrált Központ. A több mint 11.500 négyzetméteres épületkomplexum átadóján Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, a jog uralma, a szabadság, a biztonság, a rend egy jól működő demokrácia ismérvei. Ezen alapelvek megvalósítása teszi Magyarországot egy jól működő országgá. A rendvédelmi szervek pedig már a teljesítményükhöz méltó környezetben végezhetik tovább a munkájukat. Egy a 21. század követelményeinek megfelelő, korszerű és komfortos elhelyezést vehetnek birtokukba. De az épület csak kubatúra, csak egy lehetőség, egy támogatás a jó munka végzéséhez. A benne dolgozók tudása, felkészültsége és munkaszeretete az, ami biztosítja a további sikereket, eredményeket, a társadalmi elismerést. A tervezett ütemben halad a Gesztely-Szerencs közötti útszakasz négysávosítása, az év végéig el is készülhet a 19 kilométeres út bővítése. Palkovics László a szakaszátadón elmondta, a kormány 2016-ban három célt tűzött ki. 30 percen belül bárhonnan elérhető legyen egy gyorsforgalmi út, a megyei jogú városokat gyorsforgalmi úttal kössék be az úthálózatba, illetve ahol lehet, az autópályák érjenek el a határig. Közel 900 km autópálya épült 2010 óta felépül ebben a pillanatban is, amiket hamarosan át fogunk adni. Ez a program, ahogy mondtam, 3600 milliárd, ezt jelentős részben egyébként magyar állami forrásból finanszírozzuk, és az elkövetkező időszakban is magyar állami forrás fogunk arra fordítani, hogy az autópálya hálózatot fejlesszük. Szilárd útburkolatot kapott a 16. kerületi Hermina út a budapesti útépítési program keretében. A 320 millió forintos beruházással megoldódott a csapadékvíz elvezetés, új járdákat alakítottak ki, és az útvégi kerékpáros park pihenőhelyei is megújultak. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, a 16. kerület eddig 900 millió forintot kapott idén aszfaltborításra. Eddig összesen Budapest szerte 366 utat sikerült megújítani, megépíteni. A 16. kerületben közel 100 darab földút kap, illetve kapott szilárd útburkolatot, így most a Hermina út is majdnem 1 kilométer, 964 méter hosszan ebből a támogatásból újult meg. Az erdőtelepítésnek nem csak ökológiai jelentősége van, hanem gazdasági is. Ezt Semjén Zsolt mondta a Balinkán, ahol a mintafásítási program során csaknem 38 hektárt telepítettek be őshonos fákkal. A miniszterelnök helyettes kiemelte, Magyarországon minőségi erdőgazdálkodás folyik, ez pedig hazánk gazdasági stabilitásának megőrzésében is segíthet. A faipar nak a hazai függetlenedése, vagy lehető függetlenedése a világpiactól azért fontos, mert láthatjuk, hogy most a világpolitika következtében például Szibériából nem nagyon fog fa Európába jönni belátható ideig. Tehát ezért fontos, hogy minden kulcstermék kérdésében Magyarország képes legyen arra, hogy a szükségletének legalább egy részét fedezni tudja. Korszerűsítette tanműhelyeit, és duális partnerével közösen egy új oktatótermet alakított ki a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum. A KS Gyula Faipari Technikum és Szakképzőiskola tanműhelyeinek fejlesztése magas színvonalú oktatási helyszínt biztosít a tanulóknak. Bölöskei Gáborné helyettes államtitkár az átadáson azt mondta, az utóbbi évben több milliárd forint fejlesztést kapott a szakképzés. A képzés kiemelkedő, és a kiemelkedő képzés mellé teremtjük meg gyakorlatilag a kiemelkedő körülményeket. Erről szól ez a fejlesztés. Ez a fejlesztés mintegy 300 millió forintos, ami részben, vagy nagy részt központi költségvetésből, támogatásból, az ITM-nek a támogatásából történt, részben pedig hozzájárult egy kissé a centrumnak a jó gazdálkodása is.
710 millió forintból újul meg Szerencs református iskolája. A kormány támogatásával új szigetelést, nyílászárót és kazánt kap a művészeti intézmény. Az energetikai fejlesztés átadóján Palkovics László elmondta, ezzel évente 7 millió forintot spórolhat az iskola. Ezek a programok, ezek azt a célt szolgálják, hogy a közintézményeink, de azok ne fogyasszanak feleslegesen energiát. Részben azért, mert ez nem jó, részben azért, mert lassan az energia stratégiai kérdésé válik, nézzünk körül, hogy mi történik itt részben az orosz-ukrán háború, részben pedig hát az azt megelőző energiaválság kapcsán. Tehát ezek nagyon fontos elemei a magyar energiapolitikának. Magyarország számára fontosak a határon túl és a diaszpórában élő magyarok, hiszen a nemzet határai és az ország határai nem esnek egyben. Ezt mondta egy budapesti konferencián a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János hangsúlyozta, a kiépült oktatási, kulturális és gazdasági intézményrendszer segíti a magyarokat identitásuk megőrzésében. Az elmúlt 12 év munkájának az egyik nagyon erős eredménye az, hogy a magyar-magyar kapcsolatrendszer ma sokkal erősebb, mint az elmúlt 100 évben bármikor volt. Másodpercenként 20 ezer PET palackot gyártanak világszerte, és ennek jelentős része a folyókon keresztül a tengerekben, óceánokban végzi. Erről beszélt a köztársasági elnök a legújabb podcastjában. Áder János hangsúlyozta, az utóbbi években jelentősen megnőtt a Tiszán is az érkező műanyag hulladék mennyisége. A folyó áradásakor percenként akár 300-500 PET palack is jön, főleg Romániából és Ukrajnából. Hozzátette, a vásárosnaményi hulladékgyűjtő gépsor óriási segítség a szennyezés megállításában. Nem csak géplánc van, hanem egy megfigyelő rendszert, egy kamerarendszert is kiépítettek, tehát olyan, mint az árvízi előrejelző rendszer. Tehát amikor elindul egy nagyobb mennyiség, ugye nem folyamatosan van ez a, működik ez a gépsor a Tiszán, hanem amikor egy nagyobb mennyiségű hulladék elindul, ezt a jelzőrendszer jelzi, abban a pillanatban felállítják ezt a gépsort, és akkor ez a művelet, hát valóban nem 100%-os, de ez egy 80-90%-os hatékonyság sem rossz. Újabb magyar filmsiker született. Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője elnyerte az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában. A filmes szakember magyarul is megköszönte a díjat. A Dűne című film nagy része Magyarországon készült magyarok közreműködésével. Sipos Zsuzsanna márciusban már a Brit Film Akadémia BAFTA díját is elnyerte munkájáért. Sipos Zsuzsanna Patrice Vermette látványtervezővel együtt állt az Oscar gála színpadán. Mindkettőjük kezében ott volt az Oscar díj. A produkciós tervezés kategóriájában kapták meg az elismerést a Dűne című filmben nyújtott munkájukért. Sipos Zsuzsanna díszletberendezőként kapta az aranyszobrot, mivel a Dűnét Magyarországon is forgatták, és magyar szakemberek is dolgoztak benne. Sipos Zsuzsanna a stábnak mondott köszönetét magyarul zárta. Köszönöm, thank you. Dudás Viktor filmszakértő a díjátadó után azt mondta, Magyarország az olyan szakemberek miatt vonzó a filmgyártás számára, mint Sipos Zsuzsanna. Az, hogy Magyarország jelen pillanatban Európában mondhatjuk, hogy a London mellett a második legjobban kíván és legtöbbször használt filmes lokáció. Ugye az elmúlt évben több mint 330 filmes produkciót jegyeztek be Magyarországon. Tehát az, hogy ilyen komoly az érdeklődés a magyarországi forgatási helyszínek és a forgatási lehetőségek iránt, annak ez egy újabb bizonyítéka, hogy a kiváló magyar szakemberek miatt is esik ránk a választás. Az idei 94. Oscar-díját adott hatalmas várakozás előzte meg. A hollywoodi Dolby Színházban a pandémiát követően 2 év után tért vissza az Oscar-gála a szokásos külsőségekkel. And the Oscar goes to... Okay, Coda. Lady Gaga és Liza Minnelli jelentette be, hogy az Amerikai Filmakadémia tagjai a Coda nevű alkotásnak ítélték oda a legjobb filmnek járó elismerést. A filmszínház szinte felrobbant, a közönség állva ünnepelt a díjazottakat. Köszönöm a Filmakadémiának, hogy elismerte ezt a szeretetről és a családról szóló alkotást. Ezekben a nehéz időkben ilyen filmekre van szükségünk, mondta az Oscar-díjas filmproducere.
Az alkotás egy családi történet, ahol az apa, az anya és a nagyobbik fiúk Siketek, tinédzser lányuk az egyetlen, aki jó hallással született és énekes szeretne lenni. A produkcióban Siket színészek is játszanak. Jane Campion. A legjobb rendezésért járó díjat Jane Campionnak ítélték oda a Kutya karmai közt című film rendezésért. Az alkotás kapta a legtöbb 12 jelölést. A legjobb színésznő díjat Jessica Chastain vehette át a Tammy Faye szemei című filmért. Oscart nyert Will Smith is a Richard király című film címszerepéért. Pár perccel a legjobb férfi szerep kiosztás előtt az egész közönségben meghűlt a vér, amikor Will Smith felugrott a színpadra és pofon vágta Chris Rockot, aki felesége Jada Pinkett Smith kopasságával viccelődött. A közvélemény szerint a konfliktus csak megjátszották, hogy így is színesebbé tegyék a show műsort. Egyik ilyen változás volt, hogy több Oscar-díjat az élőben közvetített gála előtt adtak át. Így Sipos Zsuzsanna is az élő közvetítés előtt vette át az elismerést. Ez az apró, de jelentős változás óriási felháborodást váltott ki a filmes szakmai világban. Sokan gondolták és gondolják úgy most is, hogy minden kategória valamennyi szakembere és alkotása megérdemli, hogy élő televíziós adásban ünnepeljék sikerét. Az Akadémia a tavalyi rekord alacsony nézettség után döntött úgy, hogy idén 8 kategóriában előbb hirdet győztes, mint ahogy az élőadás elindulna. A díjazottakról pedig majd egy rövid összeállítást illeszt az így is 3 órás élő műsorba, tempósabbá téve azt. Újdonság az is, hogy az Amerikai Filmakadémia idén a közönség Twitter szavazatai alapján a kedvenc film kategóriában is győztest hirdettek. A legtöbb szavazatot Zack Snyder, a Holtak hadserege című horrorja kapta.